Magzatkárosító oldószert találtak a Gödi szennyvízben. A Gödért Egyesület február 21-én értesítette a Greenpeace-t, hogy a Samsung Gödi akkumulátorgyára közelében csőtörés miatt szennyvíz ömlik ki a környezetbe. A csőtörést rövid időn belül elhárították, ám a közeli termőföldön kiterjedt méretű tócsákban ott maradt a szennyezés. A Gödért Egyesület képviselője a frissen folyó vízből, míg a Greenpeace munkatársai a mellette lévő szántóföldön vettek mintákat. A vizsgálatok mindkét mintában nagy mennyiségben mutatták ki az akkumulátorgyártásban is használt N-metil pirolidon, azaz NMP nevű vegyület jelenlétét. A mérgező oldószer Belélegezve súlyos léguti, valamint szem- és bőr irritációt okozhat, és károsíthatja a születendő gyermeket. Használatát az EU-ban külön engedélyhez kötik. Ahogy az átlátszó feltárta már korábban, 2022-ben is kimutatták MMP jelenlétét a Gödikutak vizében. Emiatt a Gödért Egyesület Hatósági ellenőrzést és vizsgálatot kért, és rendőrségi feljelentést is tett. A Dunakeszi Rendőrfőkapitányság azonban egy év után bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a nyomozást. Az Egyesület ezt követően a Dunakeszi Járási Ügyészséghez fordult, amely a rendőrségi határozatot hatályon kívül helyezte. És elrendelte a vizsgálati eljárás folytatását. Időközben azonban lezárult a Samsung Gödi gyárának környezetvédelmi felülvizsgálata, és mindezek ellenére az üzem tavaly decemberben tíz évre szóló környezethasználati engedélyt kapott. A korábbi NMP-szennyezés ügyében semmilyen hatósági vizsgálat nem történt. Ez már a sokadik alkalom, hogy gödön az emberi egészségre rendkívül veszélyes méreg kerül ki a környezetbe. Emellett a hazánkban működő akkumulátorüzemekben sorozatban történnek balesetek. A Greenpeace közleménye szerint jelenleg független és erős hatóságok hiányában az állam nem tudja garantálni a dolgozók és a helyi lakosok biztonságát követelik, hogy a jelenleginél sokkal keményebb szankciókkal sújtsák azokat az üzemeket, amelyek megszegik a környezet és munkavédelmi előírásokat. Ha kell, függesszék fel a működésüket, vagy zárassák be ezeket a veszélyes gyárakat. Az adófizetői milliárdokkal támogatott akkumulátorgyáraknál történő sorozatos balesetek Szennyezéses ügyek kezelése mind arra utal, hogy a magyar kormány elsősorban a nagyvállalatok érdekeit nézi, és nem képes megóvni a lakosságot a környezeti ártalmaktól, mondta Simon Gergely a Greenpeace vegyi anyag szakértője.